Ebben a házban lakott 1831-től egy éven keresztül Petőfi Sándor, amikor a Sárszentlőrinci Evangélikus Algimnáziumba járt. 1973-ban két pedagógus ötlete nyomán az üresen álló épületben Petőfi Múzeum jött létre. Petőfi Irodalmi Múzeum volt nagy segítségünk ebben a dologban, és hát egy komoly pályázatnak köszönhetően több lépésbe újult az emlékház. Több évet is vett igénybe az újulásunk. Először a tetőszerkezet javult meg, építették újjá, aztán a belső szerkezetet, és legvégül pedig a múzeum maga is egy új ruhát kapott. Sokkal interaktívabb és sokkal látványosabb a mostani kiállításunk, mint az előző volt. A ház szeptember végére új külsőt és belső tartalmat kapott. Az új kiállításon a látogatók sokkal több olvasható anyagot kapnak. Olyan tudásanyagra tehetnek szert a diákok, az érettségi előtt állók, amely az irodalomkönyvekben nem található. Az egyik szobában Petőfi azon időszakát ismerhetjük meg, amikor vándorszínészként élt, Rónai Színész álnéven dolgozott és szépírással készítette a plakátokat. A következő helyiségben is számos érdekesség várja a látogatót, többek között a költő utazóládája, amellyel a házba érkezett, és azok a tárgyak, képek, amelyek az akkori időtöltését idézik fel. Két kép is mutatkozik erről az időszakról, a játékairól. Az egyik egy alkalommal, amikor itt a jeges folyón kellett átugrani, és ő vállalta ezt a nagy feladatot, megtette az ugrást, visszacsúszott, jeges lett a ruhája, de estig játszott, hogy mutassa, hogy ő bizony kemény fiú. Aztán a másik kép pedig a kedvenc játéka, a métát mutatja be. Ez egy labda játék, amit ütővel kell játszani, és a mai baseballnak tulajdonképpen az elődje. Az emlékházban a mindennapi élet használati tárgyaival is megismerkedhetnek a kiállításra érkezők. A ház utolsó helyiségében, a tiszta szobában pedig a korra jellemző gyerekjátékok, mirtuszkoszorúk, katiszék, utazó láda látható, amelybe egy család teljes ruházata belefért.